Sziasztok! Jól hallatok? Igen! Azt nem kérdezem meg, hogy jól is láttok-e, mert ez egy köldönkérdés. Mikrofonben. Nem kell, köszönöm szépen. Megpróbáljuk mikrofon nélkül, mert mi bűvészeknek mind a kettő kezünkre szükségünk van a produkcióhoz, de sajnos nincs egy harmadik kezünk, amivel tudnánk fogni. Tehát zavarjon meg itt a három bőrös vízlet, a következő produkcióhoz lesz majd szükség. Viszont nekem ez egy nagyon jó figyelemeltelés, mert ameddig odafigyeltek, addig én tudok csalni. Jó, Nem ér? De figyeljetek, akkor kezdjük egy bemelegítéssel, jó? Mindenkit megkérlek, hogy tegye előre a bal kezét. Szuper, oké, melyik a bal, jó? Nagyon jó. Tegyük mellé a jobb kezünket is. Most már mind a kettőt felemeljük, ezzel elkerüljük azokat a félreértéseket, hogy melyik a jobb, melyik a bal. Nagyon jó. Fordítsuk lefele a bal kezünket, amit először emeltünk fel. Másik. Nagyon jó. Fordítsuk lefelé a jobb kezünket is. Látjátok, hogy viccelődött, mert mindig ugyanazt fogjuk csinálni. És akkor most a jobb kezeteket vezessétek át így a bal kezetek alatt. Nagyon jó. És kulcsoljuk össze. Jó? Mutatom, még egyszer jobb kéz, bal kéz alatt, és összekulcsoljuk. Nagyon jó, rendben. Jó, ezt csak picit magasabbra. Oké? Okay? Háromra ugyanazt kell csinálni, mint én. Figyeljetek, 1, 2, 3. Hozzuk ilyen pozícióba a kezénket, hüvelyek fölfele. Hogyan? Nem megy? Nem? Akkor mutatok valami egyszerűbbet, tegyétek szét, jó? Csapjuk össze. Szép, jó lesz, hogy hosszú ütemben kellene. Köszönöm szépen. Most pedig... Nem kérlek téged, csak emeld föl így a kezed, jó? Mindegyiket, jó? Így nagyon jó. Oké, és tartsd úgy, amíg nem szólok. Most pedig egy önként jelentkezőre lenne szükségem. Te jelentkezz először, légy szíves, fáradt, kapcsoljuk meg. Petra, leveszed az egyik kesztyűdet? Vagy nem tudod? Szükség lenne mutatványod. Hadd nézzem, hogy milyen szép kesztyűd van. Igazából nem tudom, hogy figyelted-e, de van benne egy szép kis piros lap, de ez benne volt eddig is. Itt van ez a szép piros lap, de ezzel fog most bűvészkedni, jó? Petra? Jó, elfelejtem másképp. Mindig azt kell figyelni, hogy hol van ez a piros labda, jó? Feltudom az akkumulját, nehogy azt figyeljetek, hogy azzal csalok. Itt van ez a piros labda, meg fogom beteszem ide a bal kezembe. Fel kell dobni a labdát, a labda egy felmegy, ezt le kell rázni az akkumulján, és más hát jön a másik kezembe. Nézzük meg még egyszer, másodszorra jobban meg lehet figyelni, de hogy most mindenkit összekeverjek, már 2 darab labdát van. Nyugodtan vizsgáld meg őt, nézd meg, hogy semmit nincs bennük. Az a rész fogsz egy szivacsot, kivágod a közepén, nagyon örülni fog neki, biztos vagyok bennem. Igaz, semmi? Egyszerű szivacsra. És akkor most figyeljetek, megfogom ezt az egy labdát, beteszem ide a kezembe, kérem a másikat, mutasd meg a jobb kezedet, hogy teljesen üres Petra keze. Igaz, megfogom ezt a labdát, beteszem a kezedbe, jó erősen szerint össze. Oké, nálam van egy labda, Petránál még egy labda, figyeljetek. Csettintünk egyet, labdát így egy pillanat alatt eltüntetjük, óvatosan is kezed, tartsuk be, már is ott van. Menjünk tovább. De Petra az előbb a kesztyűbe is volt egy atom, a fületből is úgy most már. Hány labdánk van összesen? Nagyon jó. Figyeljetek, ki szereti a matekot? Kiválta a farsangot? Ki szereti a csokit? Kire a csapba reggel fogad? Azt mondtátok, hogy szeretitek a matekot? Igen! Szuper, akkor most számolni fogunk egy kicsit. 3 labdánk van összesen Petránál. 3-ból kérek szépen egyet. 3-ból egyet meg fogok elteszni ide a zsebembe. Kérek szépen még egyet. Ezt az egyet meg fogom, beteszem ide a bal kezembe. Kérek még egyet. Ezt elteszem ide a zsebembe. Hány labda van most a kezemben? 3, kezdjük még egyszer. Jó? Figyeljük, egyet kérek 3-ból, egyet megfogom, elteszem ide a zsebembe, kérek szépen még egyet. Megfogom, beteszem ide a bal kezembe, kérek még egyet, elteszem a zsebembe. Hány labda van most a kezembe? Hát se, akkor még egyszer. Itt van egy labda, megfogom, beteszem ide a bal kezembe. Egyet kell cseppenteni, figyeljetek. Itt van egy labda, emlékeztek, Petra kesztyűből vettem elő. Van még egy, ezt a zsebemből szedtem elő.
Van még egy, ez pedig a füledőt. De mivel tavaly is itt voltam, és kellett is meglepet, és ezért van egy negyedik labda is nekünk. Kötelezni fogunk, nálam művészeknél ez kötelező mutatvány, ezért kötelezzétek is, és megköszönjétek. Ehhez most nem kell segíteni, mert a következő. Figyeljetek, itt van egy rövid kötél, itt van egy picit hosszabb, és egy még hosszabb. Három különböző méretű kötél. Melyiket, mondjuk közepes méretű kötél, hiszem odaadom neked. Itt van a rövid, illetve a hosszú. Mit lehet csinálni ezzel a kettővel? Össze lehet kötni, de látom nektek, hogy a bűvészek nagyon lusták, szóval sokkal egyszerűbb, hogyha megkeresem így a rövid kötél két végét, illetve a hosszú kötél két végét. Három is számolok, három egy nagy fújás kellene a kezeimre, egy, kettő, három. Nem a hódokon kellett, köszönöm szépen, hogy a melegben jó esett. Nyújtani, és már is lesz kettő egyforma hosszú kötelünk, nem kellett majd a harmadikat, följön is lesz, már is három darab egyforma hosszú kötelt tartottunk. Nem teszek a hát de nem bőröttem össze, de figyeljetek, nem tudom őket egyesével is, ha nincsenek összekötve. Van egy akkora kötél, ami akkora, mint a másik kettő, van még egy, és természetesen van egy harmadik kötelem is, ezt most visszaadom meg, ezt is írtom meg. Itt van a másik kettő. Mit lehet csinálni ezzel a kettővel? Össze lehet kötni, de a bűvészek milyenek? Nagyon jó, szóval sokkal egyszerűbb, ha egyet kötitek, és akkor már is lesz egy darab kötelem. Na most, van egy darab kötél, ha van egy darab kötél, minden sokkal egyszerűbb tovább menni, össze kell kötni, most kötöm össze a kettő végét. Így egy kötél kolikán keretkezik. Mit lehet csinálni ezzel a kötélkarikával? Nem teszem a nyakamra, köszönöm szépen! El lehet vágni, hoztam magammal egy ollót is. Sajnos az autóban marad, de semmi gond, a fülem mögött mindig tart egyet, ami egy pillanat alatt így el tudjuk vágni a kötet. Ha valaki esetleg nem figyel, az ő kedvén nagyon szívesen elkezdem előről, ugyanis nincs más az ember, mint egy ilyen hosszú kötél, rövid kötél, nálad pedig a közepes méretű kötél, köszönjük szépen! Hoztam magammal egy pénzt. 1000 forintos. Nem kérem a vizsgálatot, hogy teljesen nincs benne semmi trükk, igaz? Az ember, az előbb vettem fel az ATM-ből. Nyugodtan fog meg még ropog. Oké. Okay. Mit szólnátok, hogyha megdupláznám? Csináljuk belőle kettőt? Megpróbálunk, menjenek a duplájuk 2000 forint, igaz? Megpróbálom megduplázni. Én közgazdászok tanulok, nekünk mindig azt tanítják az iskolában, hogy a pénzt forgatni kell, és akkor több lesz belőle. Én odálltam a tükör elé egyik nap, és elkezdtem forgatni a pénzt így. Azt mondták, hogy ezt kell csinálni. Nem tudom a kezemre, hogy teljesen üres, és forgatok, és egyszer csak ráfogítom, mert bűvész vagyok, fújjuk le a kezemre, fújjuk egy nagyot, és ahogy kezdem kihajtogatni a pénzt, nem csak a pénz színe, hanem a tiszínetek is kezdek kicsit átalakulni, és már is egy rokogós, 10.000 forintos, csinálni. Eljátszottam egy boltba, és nem mondom, hogy hol, mert reklámnak minősülne. Tesco-ba teljesen mindegy. És ott is a pénztárhoz mentem, mondta a hölgy, hogy 1500 forint, én adtam egy 500-as, azt mondta, ez kevésebb, hogy lehet.
összehajtottam a pénztárnál a bankjegyet, csináltam belőle 10.000 forintost. Nem jutalmaztam még egy tapsal, mint ti, hanem rámutatok a kedves security kollégákat, a biztonsági őröket, letették mindenféle műszerrel áll a bankjegyet, és nem jöttek nekem. Ott egy fellépésre jöttem, hát el tudjátok képzelni, hogy mi minden van egy bűvés zsebébe fellépés után. Azt gondolták, hogy még a zsebembe is tettem valamit, kipakoltak meg a zsebeimet, hát galamtól kezdve minden volt nálam. Adtam a biztonsági őröknek egy kendőt, egy színes kendőt, hogy induljon el a vegyes fel, amit egy 20 méteres hosszú színes kendőt húztak a zsebből. De az a poénja az egésznek, hogy azóta háromszor lépnek föl a budaörsi deszkomot a családban anyám. Tehát ez egy 30 perces műsorot le is nyomtam, nagyon jó promóció. Na, de visszacsinálom, mert ez csak egy illúzió, valóban eredeti a pénz, ezt mind vissza lehet csinálni, nagyon egyszerű lesz. Ki tudja, ki van az 1000 forintosod? Hoztam nektek egy jóslatot, ez egy tablet, de ezt felteszem egy ilyen bármilyen. Nekem is! És gondolom, te is így szoktad otthon, el lehet így emelgetni a kártyákat, fantasztikus, és tudsz-e valamilyen idegen nyelvet beszélni? Nem? Jó, mert csak annyit kell mondani, hogy stop. Jó? Nem lesz nehéz. Pörgetem itt a kártyákat, bárhol mondasz, hogy stop. Jó. Jó? Stop? Nem baj, megértem, vedd el ezt a kártyát, mutasd meg mindenkinek. Jó? Elfordulom. Nem mondjátok el, nem mondjátok el. Nem mondjátok el. Nem baj, semmi gond. Oké, szól is magadhoz, hogy ne lássam. Úgy is jó, úgy is jó. Képzeljétek el. Jó, szuper. Képzeljétek el, hogy én csináltam, mielőtt bejöttem ide, csináltam a tanáriba egy selfie-t. Tudjátok, hogy ez a selfie, igaz? És lefényképeztem magamat ezzel a táblagéppel. Ezt megnyitom most nektek, jó? Kinyitom. Az új lenyomatomra kinyílik. Egy kártyával selfiztem. És pont ezzel a kártyával sikerült egy ilyen fotót. Ugye hasonlítok, igaz? Hasonlítok. Egy nagy tapsunkének szuper nagyon. Bármelyik lány kihat. Jó? Bármelyik lány kihat. Jó, egy trükkre. Bocsánat, majd a következő, jó? De mindegy, de jó lesz, igaz? Jó lesz. Tapsuk a kettőjét. Piros zsákot, gyere légy szíves állj alép, neked meg egy feketét, és a fekete zsákban van kettő darab ilyen nagy kártya, ezt adom neked. Megmutatom nektek, hogy van egy ilyen piros dáma, és egy ilyen fekete király. Jó? Nézzük meg őket. Itt van ez a fekete kártya, a zsák nyugodtan nézve teljesen üres, nincs benne semmi, igaz? Rendben, ezt a fekete kártyát megfogom, és beleteszem ebbe a fekete zsákba, ezen van egy cipzár, összecipzározom, és légy szíves, tarts ki így ezt a zsákot, jó? Nagyon jó. És van egy ilyen piros kártyánk, és ez a piros dáma, ez pedig nyugodtan légy napja a zsák üres, nincsen benne semmi. Ezt a piros kártyát pedig beleteszem ebbe a piros zsákba, és így fog meg a zsák száját. Oké.
Mi történt? Fogtunk egy fekete kártyát, beletettük a fekete zsákba, fogtunk egy piros kártyát, beletettük a piros zsákba. A kettő kártyát ki fogjuk cserélni, de ti döntitek el, hogy hogyan, láthatóan vagy láthatatlanul? Láthatóan! Láthatóan? Láthatóan? Légy ide! Te pedig légy szíves, állj ide! Kettő kártya láthatóan már is helyet cserél. Álljunk hátrébb egy kicsit. De akkor még egyszer felteszem a kérdést, hogy cseréljenek el? Láthatóan vagy láthatatlanul? Láthatatlanul. Figyeljetek, a piros zsákból kiveszem a piros kártyát, látjátok? Igen. Nem, mert láthatatlanul. Beledobom ide a fekete zsákba. Innen kiveszem a fekete kártyát láthatatlanul, beledobom a piros zsákba. Most itt van a fekete kártya, itt pedig a piros kártya. De ezt minden bűvész megcsinálja, és ezt meg tudom csinálni visszafele is. Innen kiveszem a piros kártyát, visszadobom a piros zsákba, innen kiveszem a fekete kártyát, visszadobom a fekete zsákba, és ugyanott tartok, ahol elkezdtük. De muszáj befejeznem, különben letapsoltok innen gyorsan a szűkvalról. Úgyhogy, nem fejeztük a trükköt. Figyeljetek, ugyanis egyet csettintek, először nézzük meg csak a fekete zsákot, jó? Hát, ha sikerül. Felnéztél már előbb? Látod valamit? Melyik kártya van benne? Itt pedig a fekete kártya, kapcsolja be a kettő csörgősővel. Ez nem árulhatom el. Hoztam egy varázstrácát. Átpászol mindenki, szia! Hoztam egy ilyen szép zsákot, és varázspárcát. Minek öltöztél? Zebrának. Zebra? Zebra, nem a győzikét, hogy jöttél. Én múltkor voltam nála, elkérdeztem a varázspárcát, nem tudom, hogy őzni. Kérlek, itt van. Zebra. Na figyelj, zebrát nem ígéret neked, de nyújj bele, légy szíves, és nézzük meg, mi van benne. Mi van ezen a kendő? Hajtogassuk ki. Egy kutya. Most kell. Hívjuk zebrának, jó? Egy zebra van ezen a kendőn, nagyon jó. Kifordítom a zsákot, hogy semmi teljesen üres. Az aljában egy cipzár, az azért van, ki tudjam cipzározni, és tudjam mindenkinek, hogy valóban nincsen benne semmi. Fantasztikus. Mi a baj ezzel a zebrával? Nem pöttyös. Nem pöttyös, nincs ezen a kutya. Nem csíkos. Nem csíkos. Ez egy kutya, nem egy zebra. Legyen csíkos. Ugyan, jó. A nézőnek mindig igaza van, ezt megtanultuk, hogy útban eljöttek hozzám, hogy maga az a színés, mondom, nem én művészre, hogy te maga az. Hát mondom, hogy a nézőnek mindig igaza van. Ezt megfogom, ezt a kendőt, beleteszem ide. És mindenki... Akkor kiesik, nem lehet sajnos. Mindenkit megkérek, hogy jó sok foltot fogjon meg így a levegőbe, aki feketében van az előnyével, és így dobálja bele a zsákba, jó? Nagyon jó lesz, Itt ez a varázspálca, odaadom neked. Egy ilyen varázskörzést csináljuk. Ezt még a bűvész iskolában sem tanítják, kérdezel. Annyira jól sikerült, mert annyira jól sikerült ez a varázsige, hogy nyújj bele a zsákba, nézzük meg, mi történt. Nincsen semmi, tehát teljesen üres természetesen. Valamit elrontottunk, igaz? Ez a kollégina. Még egyszer megpróbáljuk. Visszakezdtem ebbe a zsákba. És mindenkit megkérek, hogy vegyük vissza ezeket a foltokat, mert újra kezdjük, jó? Most nem kell varázspálca semmi, ugyanúgy tartunk, ahol az előbb elkezdtünk. Jó. Hát csalod, köszönöm szépen. Na figyeljetek! Szankciókat fogunk bevezetni, jó? Mindenkit megkérek, hogy csak egy foltot dobjon bele, jó? Csak egyet. Egyet. Aki kettőt dob bele, azt a kedves kollégám eltünteti. Jó? Figyelj! Odaadom a varázspálcát, akkor csúnya világa lesz. De mindenki beledobta a foltot. Ide adom azt a varázspálcát, egy varázskörzés. Most legyél csíkos! Fantasztikus, hogy csinálod, nyújj be a zsákba, nézzük meg, hogy igazad lesz-e, hiszen meg tapsoljuk meg!
Csinálsz egy ilyet, ráfutsz, már is összeakad, jó? Fogd meg! Gyere veled be, megint tovább egy karikát neked. Itt van még egy karika, ezt is odaadom neked. És próbáld meg összeakadni ezt a kettő karikát. Itt van nálam még egy, próbáljuk meg összekapcsolni. Lehetetlen! Dehogy, hát ott sikerült, látod? Na, de próbáld meg szétszedni, sikerül kapsz meg 50 ezer forintot, jó? Flexet nem hozzunk be, figyeljetek, nem tudom, három karikával is megyek el. Ugyanúgy, ahogy az előbb, ráteszem így a hüvelykőből, hogy csinálok egy ilyet, és már is össze tudok adni. Figyeljetek, azok gyakorolj most, jó? Nyugodtan megyünk a félre, és gyakorolj, jó? Biztos, hogy sikerülünk, hogy hitt a téged? Balázs. Most elpróbálok ugyanott tartani, ahol te. Itt van ez a kettő karika. Látjátok, hogy előszakkal nem lehet őket összekapcsolni, de most mégis elpróbálok eljutni, hol Balázs. És ha Balázs így szépen ráfúj, már is összeakad. Jó, most össze van adagot. Fogd meg így a kettő karikát, hogy én. Fogd meg így. Nagyon jó. És csináld ezt. Így. Azt akarom mondani, hogy soha nem fog szétjönni. Akkor már is szétjön. Oké, itt van három karika, itt van egy karika. Látjátok, hogy előszakkal nem megy össze téged a kriga? Sanyi, figyelj, már is összeakadni. Oké, figyeljetek, itt van egy karika, így egyben van. De azt is meg tudjuk csinálni, hogy Balázsra elveszünk ezt a kettő karikát. Négy karika plusz kettő karika, meg tudjuk csinálni, hogy a karika hatin egyben van. Egy fontos szabály van, figyeljetek, srácok, a karikák fölfele nem nyílnak, csak így föntről lefele lehet őket szétszedni. Jó, ezt mindig érjetek, hogy visszavon meg. Oké, figyeljetek, azt is. Nem lehet, próbáld meg. Négy karika így egyben van, de meg tudjuk azt is csinálni, hogy kettő karika lesz középen, és azt is, hogy így egy karika lesz, mint a három. Oda, hogy lehet ezt a kettő karikát, ez még nincs összekapcsolva, kérek szépen egyet. Hát, nem tudom, milyen tejét szoktam, figyelj. Mindadod neked, fogd meg ezt a karikát, jó? Már is jobb össze, tudjuk így. Akasztani egyet, elég is feskedjük szépen. Már négy karika van ez az egy karika. Balázs, nagyon gyakoroltál előbb. Jó, mert most azt is meg tudjuk csinálni, ez kettő karika, és most egyszer mind a kettőt elhúztam karikát. És már csak egy karika van, hogy nagyon egyszerű lesz, egyet kell itt csetni, tehát ez is megmondom, hogy kell. Jaj, Sanyi, és elkésztél, hogy jól szóval, köszönöm szépen a csinálatot. És akkor most elmesélem, hogy jártam. Elmentem múltkor Németországba, és vettem újkölcsének egy ilyen mesekönyvet. Hazajöttem, és kinyitottam, kicsomagoltam, és láttam, hogy sajnos nincsen benne semmi. Hát gondoltam, nem viszem vissza a dolgot, hogy azokat felhasználom a műsoraimba. Ugyanis ez nem egy mesekönyv, hanem egy színezőkönyv, látjátok, tele van állatokkal. Pontosabban nincsen benne semmi, viszont az emberek, a gyerekek képzelő ereje mindent felülmúl. Mindenkit megkérlek, hogy jó sok állatot képzeljünk bele, és így dobáljunk el a könyvbe, hogy az előbb a foltokat, jó? Egyet kell csak csetinteni, és már is tele lesz könyv ilyen állatokkal. És a csíkotok egy állatok! Ezt most magatokat tapsolják, mert magatokat kell. Mi a probléma ezzel a könyvvel? Mi a gond?
Oké, ha odaadnál valakinek... Nekem! Nem adom oda senkinek, nyugodjatok meg! Mennyi idő lenne, mire kiszínezni? Sok idő! Azért nézd meg, oda benne állatok, tehát sok idő. 5 perc, picit több. 100! Egy óra, igaz? 11! 20! 1! Én művész vagyok, úgyhogy az a dolgom, hogy ezt minél gyorsabban kiszínezzük. Mindenki megkérdezik, hogy jó sok szintig dobálja bele a könyvbe. Egyet kell csak csetinteni, nézzük meg, mi történik. Már is könyvű lesz.